És üdvözlök mindenkit, Szói vagyok, ezt még láthatjátok a Witcher nevezetű játék. És a Witcher nevezetű játékon is azon belül az új kalandok, és azon belül pedig a semlegesség ára nevezetű mellékszál történet kaland, kinek melyik kifejezést tetszik a legjobban. De nem szeretném húzni az időtöket, úgyhogy bele is vágunk gyorsan a leges legelejébe. Úgyhogy szépen felolvasom nektek, hogy miről is szól a Semlegesség ára című történet. Rivjai Geralt, a híres fehér farkas visszatér télire Caer Morhenbe, a Witcherek titkos erődítményébe, a kék hegyek közé. Ám a helyszínen hivatlan vedéket talál, akik csak bajt hoznak. Egyre jobban belefolyva a konfliktusukba, Geraltnak döntenie kell, mi a kisebb rossz, kisebbik rossz igazából. Vajon hajlandó-e megfizetni híres semlegességének árát? Ezért lesz ennek a címe a semlegesség ára. Milyen jó. Akkor kaland betöltése, közepes fokozat, illetve billentyűzet és egér, és nem is húzom az időtöket, vágunk is bele gyorsan a történetbe. És hát ki más vezetne be minket a történetbe, mint Dandelion mester. Úgyhogy hallgassuk meg szépen a történetét, ahogy egy vízima melletti kis faluban, egy kis kocsmában elmeséli az embereknek a Semlegesség ára című történetet. Amit ő igazából más néven hív, de mindegy, hogy most értem. Dandelion mester! Dandelion mester! Költeményt ígértél nekünk. Igen, igen! Bátor harcosokról és csatákról. Varázslónőkről és mágiáról. Viszonzatlan szerelemről. Elgassatok, taktosok! Túl fiatalak vagytok még, mert ezért olyan lyukas az agyatok. Ez itt Dandelion. Rivjai Geralt utitársa és jó barátja. Kiről is énekelne, ha nem a nagy viserről? Igazad van, bölcstör. Énekelek egy új balladát a fehér farkasról. Történetünk jóval a nagy háború előtt kezdődik. Évtizedekkel azelőtt, hogy Geralt hírnévről álmodott volna. A címe: Keserű gonosz szívek. 1232 őszén a Witcher korán tért vissza Caer Morhenbe, a koratél miatt aggódva. Mérges volt. Az Észak-Kádbenen átvezető út általában nyugodt. De ezúttal nem így volt. Előző este farkasok támadtak rá, és megölték a lovát. Jó ideje vártázott már a szürke kancán, úgy hívta Csótán. De még rosszabbra fordult a helyzet, mert Caer Morhen előtt egy táborra lelt. Mint minden Witcher, ő is úgy hitte, hogy egy kezén meg tudja számolni azon embereket, akik ismerik a Caer Morhenbe vezető utat. A látogatók rosszat jelentettek. Hát igen. Na, karakterfejlődés pontokat kaptál. Ezekkel a pontokkal lehet fejleszteni karakter tudatosságait, a képességeket, jeleket és harci stílusokat. Igen, választ ki a tudatosságot a bal oldalon lévő listában, majd válasz a kijelölt fejlesztések közül a jobb oldali képességfáról. A választásaid véglegesítéséhez kattints a homokóra ikonra, az újrakezdéshez pedig nyomd a törlés ikont. Asszony farkas, meg kell vizsgálnom a Caer Morhen melletti tábort. Nos, gyakorlatilag egy képzetlen Witchert képzeljétek el, hát 1232 őszén tér vissza a Rivjai Geralt Caer Morhenbe, és hát igazából ez az a fajta időszak, amikor még nagyon-nagyon-nagyon fiatal. Tehát tényleg ez a képzetlen Witcher. Kaptam 59 bronzpontot, illetve 7 darab ezüstpontot, és ezt nagyon okosan kell most elköltenem, hiszen közepes nehézségi fokozaton játszok. És azt tudni kell, hogy sok ember mondta, hogy milyen jó lenne végre itt Caer Morhen környékén játszani. Na hát ez a történet itt Caer Morhenbe játszódik, és Caer Morhen környékén játszódik, és azt higgyétek el, nekem tele van szörnyekkel. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kell gondolni itt közepes fokozaton, sőt, nehéz fokozaton is brutálisan meg kell gondolni, hogy mit maxolok ki, és mit nem. Hát az erőnek az első szintjét, azt mindenképpen meg a másik szintet.
Na nézzük csak. Spitz, ez nem kell. Hajcítóadóság 50% sebzés, csak akkor működik a Witcher nekem sem minden. Igen, az nem kell. Védelem, hárítás plusz 10, az kell. Életregeneráció másodpercenként plusz 1, az is kell. Izomtömeg, az nem kell. Ez az ökörharc, nem lesz ökörharc, higgyétek el. Ügyességi szint, ez kell. Második szint, az kell. Hála az Istennek, alapban megkaptam a nyúzást, úgyhogy arra nem kell pontot raknom. Karakter képes eltéríteni a nyilvesszőket, nem kell szerintem. Hárítás, az kell. Közel, az lehetővé teszi az összes közelharci mozdulatot, nem kell. Kitartás, abból kell ugye az első-második szint. Itt a sállapot időtartamon, ne ezek nem kellenek. Segítségével napi kétszer lehet használni az erőhelyeket, nem. Méreg immunitás, az kell. Állóképesség regeneráció, ez is kell. Intelligencia. Herbalizmus, növények beazonosítása, az kell. Szörnyismeret, az is kell, illetve olajok készítése is jó, hogyha most van. Csak holdfejjel elintenzitás. Azt hiszem holdkertekor működik, de azt hiszem a történetben nem lesz holdkelte. Ard? Nem. Érdemes az acél, illetve az ezüstkardot is valamilyen szinten kimaxolni. Most ne haragudjatok, hogy most itt eltökölök, de itt enyhén fontos, és szeretném úgy végigjátszani ezt a történetet, hogy nem akarok közben meghalni egyszer sem. Főleg, hogy normál fokozaton vagyunk. Na nézzük csak. Az acél erős. Acél erős. Acél gyors. Acél csoportos. Ezüst csoportos. Azt hiszem az ezüst csoportos, az kell. Tehát a második szint az mindenképpen kell, hát az acél csoportos is, meg az ezüst csoportosból is kelleni fog. Precíz csapás, sebzés, leütés, forgószélre szükség van. Félforduló, plusz 20%, plusz 25% sebzés, ezekre is szükség van. Na most az acél gyors. Az acél gyorsra szükség lesz, mindenképpen, mert sok farkas van ezen a környéken, amiket ugye acélkarddal tudjuk megsebesíteni őket. Fájdalom, sebzés, térdingvágás, nem. Sebzés kell. Fájdalom. A térdingvágás az nem kell. Jó. Az acél erős pedig... arra egyelőre nem rakok. Az ezüst kard az érdemes kimaxolni. Nézzük csak, mi kell, sebzés, az nagyon kell. Csak akkor működik, az ellenfél megvakul. Azt hiszem nem. És az ezüstöt is. Vérzés, az kell. Sebzés, az kell. Csak akkor működik, az ellenfél égés hatása alatt áll. Nem hiszem, hogy fogom használni az Igni jelet. Az árgyelet kell itt nagyon erőteljesen kimaxolni. Most hát én szerintem az árgyelet fogom nagyon kimaxolni. Lefegyverzés, leütés. Jel ereje, plusz 25%, az is kell. Na nézzük csak, srácok, mi van még, amire rakhatok pontokat? Maradt 20 darab bronzpontom. Igazából ezek azok, amik úgy fontosak számomra. Árd. Mondjuk az Igni jelet is... Queen... Az Aix... Irden... A Irdent és az Aixot nagyon nem szoktam használni, a Queen-t azt lehetséges, de inkább akkor rámegyek az Ignira. Igni erre. Égés... Égés plusz 10, plusz 25%. Sebzés... Rendben, akkor az acélt is kinyomjuk. Vérzés kell, sebzés is kell. Csak akkor működik, hogyha Witcher 15%-nál kevesebb élete van. Hát bízunk benne, hogy 15%-nál kevesebb életem nem lesz a játékban. Ha 15% alá esik, akkor biztosan meg fog halni. Azt már most aláírom. Fájdalomat is akkor itt kinyomom. Akkor itt is kinyomom. Ez mi ez? Precíz csapás. Acélcsoportos. Precíz csapás, igen. Leütés. Csak akkor működik, a Witcher legalább 3 ellenféllel harcol. Igen, de most az acél kell, vagy... vagy az ezüst... Oj, banyek!
Nehéz. Bajó sem, de csak akkor működik, az ellenfél megvakult. Ez is gyors. Igen. Csak akkor működik, az ellenfélnek 25%-nak kevesebb. Az a gond, hogy az edis kardot kell mindenképpen kimaxolni. Csak akkor működik, az ellenfél héges hatása alatt áll le. Plusz 40% plusz 50% sebzés, ez kell. Ez kell lenni fog. Jó, maradt 7 darab ezüstpontom. Ezt... mihez? Támadás, kitérés, hálítás, fogság, immunitás, égés, immunitás. Leérhetek ezt a gyors tudusok szintjét. Kell az ügyesség. Sebzés, hárítás. Erre is kell. Nem, nem. Nem. Azt nézem még, hogy az árgyelnek következmény leütés alaképesség költség, igen, ahogy kevesebbe kerül. Nem. Mennydörgés, nem. Ez is kardot kellene még egy kicsit maxolni. Van 5 darab ez is pontom. Csapás ereje 16, ellenség pancia -35%. Ezt kinyomjuk. Eddig, és azt a 2 darab ez is pontot pedig állóképesség, regeneráció, méregimmunitás, fájdalomimmunitás, ez nagyon jó. És akkor vagy erre rakom rá, hárítás, kitérés, támadás plusz 10%, vagy az erőre. Sebzés, hárítás plusz 100 élet. Lehetővé tesz az erő stílusok 5. szintjét. Rámegyek az erőre. És akkor illettem egy képzetlen viseltől, és pont a utolsó elosztásnak visszavonása nem. Akkor röviden tömören egy ilyen Witcher képzeljétek el. Nos, amíg szépen a naplóbejegyzés frissül és Geraltnak is az életereje felugrik, mert most 50%-on van, ugye, mert elosztottam a pontokat és nagyon sok életerő pontot kaptam. Addig elmondom, hogy ez a Semlegesség ára című történet, ez aki olvasta a Vaják című könyvet, az utolsó kívánság, tehát az első Vaják könyvet, mindegy, hogy az a cím, hogy utolsó kívánság, abban az egyik története úgy, az a neve, hogy a Kisebbik Rossz című történet. És ez a Semlegesség ára című történet, ez gyakorlatilag egy ilyen átdolgozás, feldolgozás-szerű történet. De majd meg is látjátok, hogy miről lesz szó majd, amikor odaérünk a történetben, akkor majd szépen majd minden majd elmagyarázok. A másik, hogy rengeteg beszélgetés lesz a történet alkalmával, úgyhogy készüljetek fel, hogy erőteljes beszélgetések fognak itt következni. Na de akkor haladjunk előre, és mentés! Talán vissza kéne térnünk Kánygorba. Nem kívánok itt pusztulni ebben az istentelen vadonban. Hallgass, Mervin, ezek csak farkasok. Farkasok? Amelyek bátran támadják a tábortűzzel kivilágított tábort. Bocsáss meg, úrnőm, de ezek annyira csak farkasok, mint amennyire én tünde táncos lány vagyok. Kérdezett valaki, Brinks? Nem? Akkor tedd azt, amiért fizetséget kapsz. És tartsd meg a reménytelenül gyáva beszólásaidat magadnak! Biztonságban lennél, ha az embereid a helyükön lennének, ahelyett, hogy piásan kockáznának. Most pedig vidd innen ezt a hullát. Felfordul a bűzétől a gyomrom. Megkérdezhetem, hogy mi történt? Farkasok ölték meg a fiút. Nem szokatlan ám egy táborban. Köztudott, hogy az átkozott farkasok annyira szeretik a tüzet, hogy legszívesebben abban fürödnének. Elég már, Brinks! Ki vagy te, jó uram? Riviai Geralt, Witcher. Mervin Ademein herceg vagyok. Artkarékból. Kedves, hogy meglátogattál. Egész nap vártunk a válaszodokra. Mivel kapcsolatban? Megmagyarázom. Sabrina Glevissing vagyok. Varázslónő. Keresd fel a sátramban. Mervin, remélem nem gond, hogy én intézem az ügyet. Nem. Bár tudni szeretném, miben egyeztek meg. Bármi is az, még várhat. Jönnek a farkasok. Fegyverbe!
Jaj, ám, jönnek a farkasok! Áú! Adjál békén, kutyuli! No, ilyet nem játszunk. Menjetek már odébb! Ne, az, Gerald, akkor ezt a kesztyűtjük. Úgy. Így, né. Kötés fissút, azt fogok, és meg kell tudnom, hogy minek köszönhetjük a váltlan látogatást. Micsoda felfordulás! Nekem mondod. Olyan emberi. Átkozott farkasok. Azok. Na. Igen, szörnyek nyúzása, ezt nem fogom felolvasni. Igazából szerintem mindenki tudja, hogy mit akar a szörnyek nyúzása. Menj odébb, légy szíves. Köszönöm. Kilútoljuk az összes farkas tetemet. Ó! Oh! Nem vesz magad a több tárgyat listán megtelt, jó. Ja, ez a holtest, igen, akit elkaptak a farkasok. Jó, van még valahol a farkas. Az helyzet, hogy fontos most ebben a történetben a farkasoknak a holteste, illetve a farkasoknak a nyers anyagai, amit ki lehet belőlük nyerni. Ott. Mi? Itt. Igen, megint nem kapcsoltam be magamnak ezt a cuszlit, de hogy így kicsit izgalmasabb legyen. Mutassa a tárgyakat, meg csak nyitott holtest. Maradványok. Ó, még itt is vannak maradványok. Helyes, nyúszható tárgyak. Na, Mervin Ademein herceg. Szerintem egyeseknek ismerős lehet ő. Na, beszélgessünk vele. Szóval eljöttél hozzám. Jó. Tudsz olvasni? Igen. Akkor olvasd el ezt a tekercset. Báróimnak, vazallusaimnak és minden szabad alattvalómnak. Folytasd csak. Tudja meg mindenki szélese földön, hogy ezennel Cain Gorni Mervint lojális, hű szolgálómnak nyilvánítom, így bárki, aki ellene tesz, az közvetlenül az uralkodó ellenvét. Henselt, Kaedven királya. Elég jó. Érted már? Persze, bár a királyt elipszilonos jével írjuk. Kiváló. Látom, vág az eszed. Tehát megérted, hogy ha a vicserek szabadon szeretnének utazni Kadvenben, akkor nem árthattak nekem a király rendelete alapján, akármilyen jével is írják a szót. Nem úgy tűnik, mintha bárki is szeretne a királyi rendelet ellen tenni. Nem. Még nem. De ez változhat. Az én türelmem is véges. Szerettem volna kérdezni valamit. Na, azt tudni kell, srácok, hogy az utolsó kiválság című könyvben a kisebbik rossz című fejezetnél ez a levél, ez benne van. A könyvben is. Igaz, hogy kicsit mások a szereplők, és kicsit máshogy jut Rivei Geraltoz ez a levél, de ugyanaz a poén benne van, hogy az egyik szóban nem az van írva, hogy király, hanem valami más szó van benne, és ott is elírják. Ott is elírják, hogy nem pontos évvel kéne azt a szót írni, hanem ellipszilonos évvel, és ott is Geralt kijavítja, hogy hát oké, ez a levél, meg minden értjük, de azért nem így kéne leírni. Tehát ezt szépen átemelték ide a játékba. Na, megkérdezhetem, hogy miszél hozott K.R. Morembe, uram? Megkérdezhetném, hogy miszél hozott K.R. Morembe, uram? A nővérem Deidre. Kadvenben mindig a legidősebb sarj örökli a címet és a vagyont, nemtől függetlenül. Apám Kaingor hercege, nyugodjék békében, 2 hete elhunyt szifiliszben. Tehát most Deidre Kaingorn hercegnője? Az lenne, ha az átok nem sújtaná. A Kaingorni trónra vágyó 2 feltételnek kénytelenek megfelelni. Kaingorn Kadven vazallus állama. Évtizedek óta az északi hercegek mindig főt hajtottak az Árdkeréki trón előtt, melyen jelenleg Henszel király ül. Ő pedig igen határozottan bírálja az elátkozott hercegnőket. Értem. És mi a második feltétel? Ismered Kaingor történetét, Witcher? Nem igazán. Van egy olyan szokásunk, mely szerint a jövendőbeli uralkodó a trónfoglalás előtt el kell töltsön egy napot a köznép közt, cselédként dolgozva, majd este Freya templomában imádkozik. Nem tűnik túlzásnak. A gond az, hogy a nővérem megvetette a köznépet. Persze, megvesztegethetne párat közülük, de Freya papnői nem fogadnák be. Értem. Tisztázzunk valamit. Azt szeretném, ha Deidre lemondana a trónról és az örökségről, majd Glevisik kisasszony segítségére lenne, a saját érdekében. Szóval itt igazából megint hatalmi ügyletekről van szó, és igazából ugye felvetődik a kérdés, hogy mi a franc közünk van nekünk ehhez az egészhez.
Feltehetnék egy személyes kérdést? Feltehetsz. Milyen kapcsolatban állsz Sabrina Glevissiggel? Kölcsönösen tiszteljük egymást. Ez nyilvánvaló. Jó. Vigyázz magadra. Na hozzá még ki fogunk még jönni. De előtte be kell mennünk. Sabrina Glevissig kisasszony, és Sabrina Glevissiget szerintem sokan ismeritek a Witcher 2-ből. Új naplóbejegyzések, Kaingor. Majd lehet, hogy ennél a fejezetnél fogok naplóbejegyzéseket olvasni, majd még elválik. Egy pillanat, még nem megyek be a sátorba. Előtte körbenézek. Egyelőre körbemutatom nektek Kaingort. Kaingort,